A Rétközi tópartján vagyunk, ahol 2,4 milliárd forintból épült fel egy luxus teniszakadémia. Ezt a beruházást a szántóföldek közepén Sesterk Miklósnak, volt fejlesztési miniszternek köszönhetik a helyiek, akinek hála Kisvárdára is több milliárd közpénz érkezett az elmúlt évtizedben. A telken egy fedet, illetve több fedetlen teniszpályát építettek. Van olyan teniszpálya, ami igazán elgazosodott az idő folyamán, illetve kollégium is épült. A Sesterk köréhez tartozó alapítvány közel 800 millió forint uniós pénzt is kapott a tó turisztikai fejlesztésére. Ez itt mellettünk a látogatóközpont, ami úgy tűnik, hogy zárva van. Projekt részeként valósult meg a Hobbitlak, ami 9 szobával rendelkezik, és egy köves bekötő úton közelíthető meg. Mm-hmm.